Idén is folytatódik a HPV vírus elleni védőoltások kampánya, amellyel más országokhoz hasonlóan Magyarországon is igyekeznek csökkenteni a daganatos megbetegedések kockázatát. A humán papilloma vírus, a HPV, ugye nevében is benne van, hogy egy vírus. Ez a vírus nagyon gyakori, szinte minden ember átesik az általa okozott fertőzésen az életében egyszer. A fertőzések, illetve a HPV fertőzés következményei mindkét nemet érinthetik. Az összes rák 5-6%-áért a humán papillomavírus tehető felelősét. Azt nagyon sokan tudják, hogy a humán papillomavírus méhnyakrákot okoz, azonban ezen kívül még más rákos megbetegedéssel is összeköthető a HPV, például a szemérmtest, a hüvely, péniszrák, a végbélnyílás, a garat rákos megbetegedései, illetve nemi szervi szemölcsöket is okozhat. A szakember hozzátette, ha valaki HPV fertőzést kap, akkor gyakorlatilag 90%-ban a szervezete spontán leküzdi ezt a fertőzést, de nagyon fontos tudni, hogy ezt követően nem alakul ki immunitás, tehát többször is megfertőződhet. Az orvosok egybehangzó véleménye szerint a fertőzés megelőzése érdekében csak az oltás ad tartós védelmet. A nemzetközi ajánlások 11-12 éves kor körül javasolják a HPV oltás beadását. Ennek tulajdonképpen két indoka is van. Az oltás leghatékonyabban akkor nyújt védelmet, amíg az oltandó nem kezdte meg a szexuális életet, illetve ebben az életkorban rendkívül jó az úgynevezett védőoltásra adott immunválaszt, vagyis a védőoltás beadását követően nagyon jól jó ellenanyagtermelés történik a serdülőknél. Magyarországon térítésmentesen a 2014-15-ös tanévtől kezdődően jogosultak az általános iskolai 7. évfolyamos lányok az oltásra, a fiúk pedig a 2020-21-es tanévtől kezdődően. Az oltás idén is regisztrációhoz kötött. Mivel önkéntes, a szülőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy kérik-e gyermekük számára a védőoltást. Az iskola védőnőktől a tanév elején meg fogják kapni a szülői nyilatkozatot, egy papír alapú nyomtatvány, dokumentumot, amelyet kitöltve, aláírva szeptember 11-éig kell visszaküldeniük az iskolába. Amint arra korábban Papp Károly, a Józsa András Kórház szülészfőorvosa is felhívta a figyelmet, a HPV vírussal szembeni hatékony küzdelem a lakosság együttműködésén múlik, mivel az oltás 93%-ban véd a méhnyakrák kialakulásával szemben. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ma Magyarországon évente több mint 500 nő hal meg a HPV betegség szövődményében, és a betegség körülbelül 1300-1400 esetben újul ki minden évben.